tisztelettel és szeretettel köszöntöm a média megjelent munkatársait. Köszönöm szépen, hogy elfogadták a meghívásunkat. A mai sajtótájékoztatónknak a fő témája a topos pályázatok elosztási mechanizmusa Tapolca, illetve szóba fog kerülni Ajka tekintetében is a topos pályázatok elosztása. Azt lehetett látni, hogy az elmúlt három évben, hogy jöttek ki az értesítések a nyertes pályázatokról, Tapolca, illetve Ajka városa is mindig tárt karokkal és érdeklődéssel várta, hogy melyek azok a nyertes pályázatok, amikben ők részt tudnak venni és tudják fejleszteni akár a helyi infrastruktúrát, akár az ipari park beruházás, zöld mezős beruházások, zöld parkoknak a felújítását. De hát sajnos mindig jött a fekete leves, nagyon kevés volt az a nyertes pályázat, amiből Tapolca meg tudta volna valósítani álmait. Ugyanúgy, ahogy Ajka is. Ha megnézzük az elosztási mechanizmust és a lakosság számra levetítjük azokat az összegeket, amelyet ez a két város megnyert, akkor nagyon szörnyű és nagyon alacsony számokat látunk. Ajka tekintetében ez a szám, ez 11 ezer forint per fő per lakos. Tapolca tekintetében ez a szám, ez 40 ezer forint per fő per lakos. Tehát Ajka itt a választókerületben az utolsó helyen áll, és ezt követi Tapolca az utolsó előtti helyen. Ha azt megnézzük, hogy melyek azok a városok itt a választókerületben, amelyik a legtöbb fejlesztési forrást kapták, az egyik Sümeg, illetve Baracsony-Tomaj. Mindkét városnak kell a fejlesztési forrás, ugyanúgy, ahogy kellett volna Tapolcának és Ajkának is. Azt gondolom, hogy a két városnak, Tapolcának, illetve Ajkának a pályázatíró csapata nem lehet olyan rossz, mint ahogy ezt a számok mutatják, hiszen az elmúlt időszak arra ad bizonyságot, hogy igenis vannak olyan pályázatok, amelyeket meg tudtak nyerni. Ez semmi másról nem szól, csak kivételesen és egyértelműen politikai bosszúról. Mi is támasztja ezt alá? Hogyha megnézzük az elmúlt három évnek a cselekményeit, akár itt a nyári időszakban, falunapokon, városi rendezvényeken, nem hivatalos formában, laminált lap formájában történtek meg ezeknek a pályázati forrásoknak a kiértesítése falunapokon polgármestereknek átadott laminált lap formájában, úgy, hogy még a titoktartási kötelmeket sem tartották evidenciába. Ugye Ajka, Halimba, Zalagyömörő és talán még Gógánfa esetében, sőt még Baracsony-Tomaj esetében is voltak olyan pályázati forrásoknak a kihirdetése, amelyek azelőtt történtek meg, hogy ezek a Széchenyi 2020 támogatott projektek listáján megjelentek volna, tehát még tartott a titoktartási kötelme azoknak a képviselőknek, akik részesei voltak a döntéshozatalba, a megyei közgyűlésbe, de ezt nem tartották ők be, jogszabály sértettek. Érdekes módon azokhoz a pályázati forrásokhoz a kormánypárti képviselőnek, országgyűlési képviselőnek köze volt, amelyek nyertek, de amelyeket elbuktatott és nem nyertek, ahhoz őnek is semmi köze nincsen. Mindig azt mondtuk, hogy a pártpolitikának a döntési mechanizmusból ki kell, hogy maradjanak. 2018. április 9-e után egy új rendszert fogunk alkotni. Nem fogunk büntetni városokat, településeket csak azért, mert a városvezetőknek, a településvezetőknek más a politikai beállítottsága. Itt nem a településvezetőkkel szúrtak ki, hanem az ott élőkkel. Az ott élőket fosztották meg annak a lehetőségétől, hogy élvezhessék azokat az infrastruktúrális beruházás adta élményeket, amelyeket ezek a pályázati források nyújthattak volna számukra. Tapolca tekintetében például az ipari park beruházás, ez közel 1,5 milliárd összeg, és nagyon sok olyan pályázati lehetőségtől esett el Tapolca, vagy még eredményhirdetési szakba sem esett, amelyben másodkörben nem is tudott pályázni. Második témája sajtótájékoztatónknak a húsvét alatti hazugság áradat, amely a kormánypárti propaganda médián keresztül, még húsvét időszakában sem, a kereszténység egyik legnagyobb ünnepén sem akadt meg. Én azt gondolom, hogy ilyenkor mindenki megpróbál a családjával lenni, a családjával törődni, a családjával ünnepelni, de úgy látom, hogy a Fidesz média ezt nem hagyta, sőt nem is figyelte és nem vette figyelembe. Ezért
folyamatosan az egész ünnep alatt egy hazugság hadjáratot próbált ismét elindítani ellenem, és innen a kamerák szemszögéből szeretném közölni velük, hogy minden egyes ilyen hazugságnak, amely bármely média felületen lejött és megosztották, személyesen tettem meg mai nap a feljelentést ügyvédek révén először sajtóper, majd utána magánvádas rágalmazási per iránt. Én azt gondolom, hogy közpénzen ilyen hazugságokat nem terjeszthetnek. Van egy jó hírem is. Ezt a közpénzt, amit majd kifizetnek a rágalmazás miatt ezek a média felületek, azt én vissza fogom forgatni, meg tartja közpénz jellegét. És a választókerületemben lévő két kórház számára egyszer használatos felszereléseket fogok vele belőle venni. Így azt gondolom, hogy így is tudom segíteni, ebben a formában is tudom segíteni az itt élőket, és tudom segíteni ezt a két egészségügyi intézményt, amelyek amúgy is nagyon szűkös anyagi körülmények között vannak. Ingyen és közpénzen nem hazudhatnak tovább ezek a felületek, média felületek. Április 9-e után egy új törvényt fog alkotni a Jobbik, hogy ezt közpénzből ne lehessen kifizetni, hanem csak a saját gazdálkodásából, a saját reklámainak a bevételéből tudja ezt megtenni. Erről a két témáról szerettem volna beszélni önöknek, és ha bármilyen kérdésük van, nagyon szívesen fogok válaszolni önöknek. Hétvégén jelent meg a hír, hogy a lányai is plakátrongálásba keveredtek. Mi igaz ebből, illetve mit lehet erről tudni? Na, ez miatt, a hazugság miatt is indítok külön sajtóperes eljárást. Hát megint egy az a legalja.hu hozta le, és egy másik kormánypropaganda média vette elő. A hírből annyi igaz, hogy a két nagylányom, akik már felnőtt nagylányok, részt vettek itt Tapolcán a Közös Ország Mozgalom egy rendezvényén, ahol jelen volt a helyi Fidelitásnak is több tagja, és lehetőséget adtak a rendezők arra, hogy a politikai nézeteket ütköztessék ott a teremben. Az egyik nagylányom Jennifer, ő jelentkezett is erre, bár a Fidelitásnak a helyi alelnöke ettől a lehetőségtől elállt, és a termet elhagyta. Utána, ugye ez nem rongálás, volt egy plakátragasztása a Közös Ország Mozgalom részéről, már ragasztottak, ha jól tudom, egy Orbán plakátot, amelyben nem vettek részt a nagylányaim, csak a közös kép erejéig álltak rá, hiszen azok az emberek, akik a képen láthatók, szintén jelen voltak ezen a rendezvényen. A rongálás ténye nem áll meg, tehát innentől fogva a pesti srácok, amit ő állított, hogy rongáltak, ez szemenszeret hazugság és rágalmazás. Az meg, hogy ők anarchisták lennek, azt én nagyon kétlem, hiszen nagyon jó neveltetésbe részesült ez a két lány, és azt gondolom az igazukért ki is álltak saját Facebook oldalukon. Az meg, hogy a Fidesz média milyen rágalmazó hadjáratot indított ellenük, és rajtuk keresztül hozzám is elért. Én azt gondolom, hogy eddig a politikai életben a család az mindig egy tabu téma volt. De úgy látszik, ezt a tabu témát ők már felrúgták, és minden egyes eszközt megpróbálnak megragadni annak érdekébe, hogy ellenem egy lejárató kampányhadjáratot folytassanak. Nem megyek ebbe bele, de azt gondolom, jogilag elégtételt fogok venni minden egyes ilyen média felületen, akik ezt terjesztik. Olvastam az interneten, mintha azt írta volna a lánya, hogy a fényképen is szerepel a Fidelitásnak az alelnöke? Vagy ott volt a fényképezkedésnél? Nem, a fényképezkedésnél nem volt ott, magán ezen a párbeszéden volt, ami a Vokéba volt len, és ő, ha jól tudom, saját telefonjával készített videófelvételt az egész eseményről. Gondolom ez ő nekik a videós archívumukban jó lesz, majd bármikor majd felhasználható lesz. És ezért kérte a lányom, hogy addig, amíg ő beszél vagy vitáznak, kapcsolja ki ezt a telefont, és próbáljon meg vele egy vitát lefolytatni, amit a Fidelitás alelnöke ugye nem fogadott el, és elhagyta a termet. Tehát nem magáról, erről a plakátragasztásról, vagy bármilyen cselekményről lett volna szó, amit felvett ő telefonra vagy videóra, hanem magát az esemény. Egy szóról a két oldalon, szóról az egyik oldalán, arra próbálnám célozni, hogy ez volt az utolsó húsvét. A másik oldalán pedig arra, hogy Rég Májusra Gáborral lebontja hát a Vadacsony Domai templomot.
a szerkesztőkép tanúsága szerint. Ön szerint kiállhat a szórólapozás hátterében, és mi a véleményéről? Ami se jutott ez a hír, felháborodott Tapolca és Tapolca környéki lakosok küldték el nekem Facebookon ezeket a szóróanyagokat. Hát felelős kiadó természetesen nem volt rajta, nem is a posta terjeszti, tehát ezt a humán erőforrás nem is tudom, hogy honnan szerezték be, de ugye az első, hogy ez volt az utolsó húsvét, hát abban igazuk van, hogy idén ez volt az utolsó, jövőre lesz a következő húsvét. Az meg, hogy én és Vona Gábor, ha a Barátságos Tomai templomot, vagy bármilyen templomot is lebontanánk, én nem hiszem, hogy realitás és valóság alapja is lenne. Itt semmi másról nem szól, csak a választóknak tényleg tudatos félrevezetéséről. És amilyen eszközöket ők már ebbe megpróbálnak belevinni, ez már az óvodás szintet sem súrolja. A két óvodás gyermekemnek több esze van, mint hogy ők ezt kitalálták, sőt, én azt gondolom, azok két óvodás gyermekemnek annál is több esze van, mint hogy ezt elhiggye. Abból is látszik, hogy vesztes oldalon állnak, hogy már mindenféle kamuhíreket próbálnak gyártani, helyi vagy akár országos szinten is. Én mindig annak voltam a híve, hogy üljünk le egy asztalhoz és vitázzunk, annak mindig jó vége van, de ezeknek az álhíreknek erre már senki nem kíváncsi, mindenkinek elege van belőle, egyetlen egy dologra kíváncsi a magyar társadalom itt a politikai életben, hogy legyen politikai vita, ütköztessük a véleményünket, legyen akár az élő stúdió beszélgetés, vagy a színpadon egy asztal mellett két székkel, hogy a két legerősebb jelölt mérje össze tudását, mérje össze azokat a dolgokat, amiket véghez vitt ebbe a választókerületbe, és mondja el, hogy mik az elképzelései erről a választókerületből. És nem gondolom, hogy folyamatosan az itt élőknek azt kell hallani, hogy ha nem ők nyernek, akkor én migránsokat akarok a tapolcai laktanyába, vagy most már Baracsony-Tomai templomot bontani. Ezzel már csak nevetni tudok. Ha nincs több kérdés, akkor viszont köszönöm, hogy eljöttek.